Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt a Juriska Mama című sorozatunk egy újabb epizódja, a 14. epizódja, amikor is folytatjuk tovább az előző adásban megkezdett családnak a felújítását, illetve egészen pontosan ház kifestését. Kicsit nehezen akart beindulni Juriska Mama. Hát igen, azért ez a sebesség. Igen, mondjuk majd a következő körben már egyértelmű, hogy mit kell fejlesztenünk e tekintetben. Azért hosszabb ideig tartson a festékem itt a kezemben. Hát a végére nagyon OP-k lesznek itt a dolgok, tehát pillanatok alatt meg fogjuk csinálni. Közben besötétedik. Jó, mindjárt kész, már csak ők vannak itt hátul, hátra. Meg valahol hiányoznak a párkányok, nem ide fönt hiányzik a dolog. Na, most átadhatom a házat, de nem fogom. Tökéletes, így már kész. Eladjuk a festéket. És emmel... veszünk nekik. Nem. Felszereljük a radiátort. Most ide picit rakunk, mert szerintem kilógna a nagy nagyon. Na, tökéletes. Opá! Újabb képességpont. Az erzermester kategóriában. Hát a burkoló az lehet, hogy jobban fog kelleni. És van még egy egyezkedés. A nagyobb esélye. Oké. Jó. 100 000 fölött vagyunk Maniban. Jó, ez a szoba, ez kész. Lekapcsoljuk. A folyosóval kapcsolatban semmit nem kell csinálnunk. Itt a következő fürdőszoba. Ahol csak egy radiátort kell felszerelnem. Szereljük is össze. Jó, ez kész is van. Ilyen gyors fürdőszobát még soha nem kaptam. Na, nézzük a következőt. Ablak tisztítás, illetve szoba kifestése. Hát igen, ebben az adásban sem ússzuk meg ezt a szép hangot. Hát ez rászokhatunk szerintem az egész évadunk során. Bár mondjuk lesz majd ugye a bunker, mint ugye a DLC, ott alig ha lesz ablak szerintem. Tehát lehet, hogy a DLC-s feladatban majd lesz egy kis pihenője a gépezetemnek. Ennek a gépezetnek. Valamit hallottam.
Jó, itt is egy lámpát föl kell kapcsolnom. De itt nincsen lámpa! Ho-ho-ho! Akkor fejlámpa, F-fel. Ez nem valami szépen néz ki. Sőt, mi több, egy kicsit zavaró is. Ide vegyünk nekik egy lámpát, mert ez nem állapot ez így. Ha tudunk lámpát vásárolni nekik. Bolt. Itt a Garden DLC. Világítás, ez lesz az. Hát, illetve nem. Mennyezeti lámpa. Kapjanak tőlem egyet. Ingyen. Na, erről van szó. Oly, de gyönyörű! Kicsit legyen már arrébb, hogy az egész szobát világítsa meg. Hát, nagyjából jó. Te kész vagy? Te kész vagy? Te kész vagy. Jó, akkor már csak egy kifestés hiányzik. Úgyhogy akkor megint a tablet fog kelleni nekem. A feladatok. Szoba kifestése, lime. Inkább vegyünk egy nagyot. És festünk. Szép kis zöldecskés lesz. Hát... legyen kettő lámpájuk. Ezért ez már jobb. Így már jobb azért a dolog. Na, akkor most már ágjunk bele. El is felejtettem, hogy hármasával tudok festeni. Na, ugorj már rá a festék tára. Nézd oda. Hát, ugraljuk. Na, jó van. Elmész a picsába, Tero. Juliska. Ját ugrálgatod a... ecsetest állat. Az ágyat viszont nem fogod átugrálni, tehát nem fogsz kibabrálni velem, hogy az ágyat át akarod ugrani, mert ahhoz én itt vagyok. Az ágy azért már olyan méretű terület, amellyel már nem fogsz tudni elkezdeni babrálni velem. Hát igen, egy kicsit a festésnek a időtartalma, vagy a festéknek a tartóságát kéne egy picit még átállítani, és akkor Azzal még rendben vagyunk.
Na. Hát igen, lehet, hogy jobb lett volna előbb a időtartamot bővíteni, illetve inkább a tartósságát a festéknek. Jobban jártam volna szerintem vele. Szerintem ez még nem készült el. Jaj-e. Ívni. Hú, az szép volt. Szépen megcsinálta. Szomszédnál is zajlik a felújítás, ez viszont a való élet, és annak a hangjait hallom folyamatosan, az az érzésem. A fejlámpát most már így kikapcsolom. Ja, az az utcai lámpa szerintem, amit ott látunk. Ugye, megnézzük. Nem, a belső lámpa. Még egy szoba van egyébként, amit még meg kell csinálnunk. Viszont azt el tudom nektek mondani, hogy ebben az ötösben még egy munkánk van, és utána jön az első DLC-s meló. Nehogy már pont elfogyott! A jó édes anyukádat, hogy egyetlen egy kibasztott szóvarész nem tudok kifesteni. Anyádat. Macskuszt is felébresztettem. Ja. Jó. És elvileg még van egy szoba. Ez a szoba. Igen, itt egy ablaktisztítás van még hátra, csak ne gyere, cica. Itt van a bátor a lábamnál. Megjött. Persze, hogy a billentyűre rááll, nem megy. Na jó. Hey, nem lehet mit kezdeni. Bátorral. Megkapjátok tőlem a fiút. Jó, készen vagyunk. Befejezzük, megkaptuk a manit. Na és akkor nézzük. Kaptunk egy új melót. Ó, jött egy újabb bunkeres feladat. És lesz még egy garázs kitakarítás. Vettem egy új autót, de olyan sok szemét van a garázsomban, hogy nem tudok bele beállni. Takaríts ki a garázsomban. Hogyha lemosod az automat, több pénzt fizetek. Jó. Oké. Okay. Na, végre egy olyan feladat, amiben ablaktisztítás várhatóan nem lesz. Azért körbe megyünk a házban, szerintem. Ha engedi. Nem fogunk körbe menni a házban.
mert hogy ez csak egy garázsház és ennyi. Jaje, ez csak egy garázsház és ennyi. Jó, akkor hát itt most elővenni a takarítóeszközt. Igen, csak az lesz itt a feladatunk. Mondjuk azért összeszedem a... Először a kukába valókat összeszedem. Ezt nem akarod? Jogos, egyébként, tegyük hozzá. Csak hogy kapjál maximális munkát. Annak ellenére azért... Hú, az a gumi az úgy el... Szállt, hogy talán még a fejem is megsínlette. Igen, mert pont az az egy gumi, azt nem kell kidobni. Ezek szerint. Na és akkor most már viszont takarítunk. El nem hiszitek, mennyire nagy öröm megcsinálni ezt a kocsinak a... Kukolást kéne kitalálnom. Annak viszont örülök, hogy ugye a takarítást olyan szinten fejlesztettük, hogy minden nyomot látok. Az ablakpárkány. A mosógép. Falon van két valami nyom. Itt van egy lent, szerintem. Vagy lehet, hogy fönt lesz. Igen, fönt lesz. Jó, készen van ez az oldal. Az autórész is kész van. Látszódik. Na jön a második része az autó, a garázs második oldala. Jó, ez így nem fájdalmas. Sőt. Meg egy ablaktisztítást is kér. Hát akkor nem ússzuk meg az ablaktisztítást. Ez egy kicsit érdekesen néz ki ez a kosz itt a fal mentén.
Mondjuk itt a falon ez időbe telik leszenni, úgy látom. Jó, kész. És akkor még egy dolgot kell. Igen, ez a szoba, ez kész. Még egy ablaktisztítást kér. Hát nem ősszük meg. De gyors lesz, még szerintem ez ebbe az adásba bele fog ez férni, ez a garázs kitisztítás, és akkor a 15. epizódban megismerkedünk a bunkerrel, ami egy DLC, tehát ezáltal. DLC-s feladat. Kíváncsi leszek, hogy fog kinézni, de szerintem csak annyi, hogy nem egy ház, hanem egy bunker, és igazából ennyi. Most bevallom őszintén, nem annyira láttam át az ablakot. Azért van itt meló. Itt is csak egy ablak lesz egyébként. Hát nehéz megtalálni, hogy mi a szemét. Azok nem szemetek. Jó, kész. Egy ablakot tisztítunk. Jó, átadhatnám, de még nem teszem. Szépen, lassan. De hozzáteszem, hogy az elmúlt időszak nagyon komoly falfestései kapcsán most nagyon örülök viszont annak, hogy most ilyen feladatot kaptam. Tehát ezt most mondjuk így, hogy örömmel teszem. Még itt van elvileg két valamikhoz. Azt jelzi nekem a játék. Most már nincs. Az asztalt is lehet tisztítani. Próbálom először a padlózatot letisztítani. Ja, könnyebben átlátható így, hogy hol van még mocsok.
ez egyre kevesebb lenni, viszont a rossz hír az, hogy azért amik így a felső polcokon vannak, azokat nem fogom tudni olyan könnyen letakarítani. Az ablakpárkány pedig kész. Még itt valahol jelez nekem egyet. Aha. Most már nem. A fal. Jó, letisztítjuk a fal tetejét, és akkor, ha minden igaz, akkor még azért láttunk nyomokat. Úgyhogy... azokat is akkor majd le fogjuk szedni. Jó, elvileg a falak készen vannak. Most át tudnám adni. Ez az, most már viszont tényleg azt mondhatom, hogy kész. Úgyhogy akkor munkát befejezzük, átadjuk. És akkor innen folytatjuk a következő epizódban, amikor is történelmi pillanathoz fogunk elérkezni, hiszen egy olyan küldetés fog következni, amelyet bizony így van, tehát ott már jön egy komoly küldetés, úgyhogy találkozunk a következő epizódban, addig is. Sziasztok!